már túrják a földet a Tábor utcában az egykori Dunacipő pályán. Munkagépek gyalulják a füvesnek már nem igen nevezhető területet, ahol rövidesen vadonatúj focipálya várja az utalabdarúgóit. Vendégem dr. Tahó Róbert jegyző és Őze István klubigazgató. Azt gondolom, hogy van miről beszélgetnünk, hiszen nem mindennapi dolog történik itt a Tábor utcában, jegyző úr. Hát remélem, hogy egyre inkább mindennapivá válik az újpestiek számára, hogy az önkormányzat a lehető legtöbb helyen, bármerre járunk a városba, hozzá mer nyúlni régi dolgokhoz, felmeri újítani a régi dolgokat, és felmeri vállalni azt, hogy nagyon-nagyon sok dologban újszerű dolgokat épít fel. Így a sportegyesületeknek is új dolgokat épít. Amikor mentünk a forgatásra, felvetődött az, hogy jaj, hát akkor munkagépek, és mi lesz itt? István ugye nem lakópark épül. Nem lakópark épül, hát ezek az építkezések, mint ahogy a jegyzőr is említette, egy előre eltervezett terv alapján valósulnak meg. Ennek ugye előzménye van, egyrészt 3 évvel ezelőtt kötöttünk egy 4 éves megállapodást az újpesti önkormányzattal, amelyben szabályoztuk az újpesti tornaegylet működését. Ennek az egyik pillére az volt, hogy azokat a létesítményeket, amelyekre évtizedekig nem jutott felújítási pénz, ezeket megpróbáljuk különböző pályázatokkal, különböző források bevonásával felújítani és újjáteremteni. Ez a pálya, amit itt a képernyőnk is látunk, ez egy TAO-s pályázatból valósul meg, amelynek az önrészét az önkormányzat biztosítja, és most jött össze az a pénz, amivel ezt az építkezést el tudjuk kezdeni. Kinek a tulajdonában volt ez a terület, ez a Tábor utcai, hát ez egy komplexum? Hát ez egy bonyolultabb kérdést vett föl, ugye erről már korábban beszéltünk, hogy itt tulajdonképpen 4 tulajdonos volt ebben a közösségben, az egyik a magyar állam volt, amit még január elején az önkormányzat át tudott venni, ez a Szilágyi úti sportkomplexum volt, a másik része, amelyben az önkormányzat tulajdonos, a General Electric és a Sanofi Aventis, tehát ez a teljes sport résznek a tulajdonosi köre, és most azon a részen, ahol az önkormányzat a tulajdonos, ott folynak ezek a beruházások. Folynak, legalábbis elkezdődtek, de itt több pálya van. Tehát itt most ez a nagyfűves, úgy mondják, a nagyfűves pálya, de hát a mellette ott van az a bizonyos pálya, ahol a sportnapokat szokták rendezni az önkormányzat itt, akkor elől is van egy pálya, azoknak mi lesz a sorsa? Hát minden, hogy ezt az előbb mondtam, ez egy előre meghatározott terv szerint zajlanak ezek a felújítások, illetve pályaépítések. Mind, hogy a jegyző az előbb mondta, tulajdonképpen ez a terület első lépésben az önkormányzat tulajdonába került, tehát ez volt az első lépés, hogy ezt megoldjuk, hogy a fejlesztések zavartalanul folytatódhassanak. Minden, hogy azt a kedves nézők már biztos tudják, a mellette lévő területen az öltöző felújítás első üteme fél időben jár, az valamikor szeptember végén, október elején kerül átadásra. Ehhez kapcsolódik ez a két műfüves pálya, majd pedig a következő pályázatban szintén megpályáztuk a terület továbbfejlesztésének a lehetőségeit, amit persze még nem tudunk, hogy nyerünk a pályázaton, vagy nem nyerünk a pályázaton, de reméljük, hogy ez a folyamat nem fog megszakadni, és az egész területet úgymond rehabilitálni tudjuk, és egy modern környezetet tudunk a sportolóink részére varázsolni. Műfüves pályát említettél. Nem a zsebekbe akarok turkálni, tehát hogy mennyibe kerül. Melyik az olcsóbb, a műfüves pálya, vagy netalántán egy füves pálya? A műfüves pálya nagyon drága, a füves pálya az valamivel olcsóbb. Sem olcsó, de ez körülbelül a duplája, vagy majdnem 3-szoros. Viszont a műfüves pályát valószínűleg annyira nem kell karbantartani. Vigyázni kell rá, nagyon vigyázni kell, de hát gondolom nem kell 2 évente, vagy 3 évente cserélni. Ez nézőpont kérdése. Uh-huh. Mindent karba kell tartani. Tehát a legjobb minőségben, a legjobb épületet, a legjobb pályát, ha nem tartjuk karba, akkor az idő úgymond vasfoga meg fog jönni. Mindent karba kell tartani, mindenre vigyázni kell. Kétségkívül, hogy egy műanyag pálya azért hosszabb élettartam romra számíthat. De ha csak azt mondom, hogy a Megyeri úton lévő pályát körülbelül 8-10 év alatt annyira túlhasznált az egyesület, hogy szinte már csak egy műanyag réteg van a pályán, akkor azt kell mondani, hogy nagyon kell vigyázni rá, és megfelelően kell kezelni a pályát a megépülése után is. Világítás, csatornázás, elektronika, minden elkészül majd? Tehát magyarul azt akarom, kompletul a gyerekek,
gondolom az út és utánpótlás és mindenki ott fog tréningezni, tehát a sötétedés után is tudják majd használni? Hát ez az egy pálya, ez nem oldja meg az egyesület gondjait. Ebben a terven, amit mondtam, hogy amit négy éves ciklusokra, négy éven belül ciklusokra bontunk, ebben benne volt a Cérna pályának a öltöző felújítása, amit szintén Tahó pénzből sikerült megcsinálnunk. A Cérna pályán kiépítettünk egy füves pályát locsoló berendezéssel, amit szintén sikerült az önkormányzat ön részével megvalósítanunk. A Cérna pályán építettünk egy használt műfüves pályát, amit a minden igaz ennek a programnak a keretében felületcserével fogunk tudni új fűműre kicserélni, illetve elnyertünk a Cérna pályán egy úgymond fél pályányi MLS támogatásból építendő műfű pályát szintén. Tehát nagy ez az egyesület, nagy ez a szakosztás, sok pálya kell. Ez a Dunacipő pálya, ez az egyik lépés és az egyik állomása eznek a pályaépítési programnak. És ahogy kérdezted, ez egy komplex világítással, csapadékelvezetéssel megépített pálya lesz. Eddig itt, ha már a Tábor utcánál tartunk, eddig a szuper sportnapok voltak, rendeztek, százak és százak sportoltak, főztek, szórakoztak, jó volt újpestinek lenni, sportos újpestinek lenni. Ezek elkészülnek, ezek a pályák. Na akkor mi lesz? Ki mehet majd oda be? Hát a terv az ugyanaz, mint amit már korábban elmondtunk, hogy nyilvánvalóan a hétköznapokon az újpesti tornaegylet sportolói fogják szinte kizárólag használni ezt a területet. Az önkormányzatnak minden egyes esetben meg lesz a jogosultság arra, hogy a saját sportrendezvényeire, a saját rekreációs rendezvényeire használhassa ezt a területet. Ez teljesen természetes, hiszen ő a tulajdonos. Úgyhogy a nyári, tavaszi és őszi sportpartik ugyanitt lesznek megtartva, csak reményeink szerint lényegesen magasabb színvonalon, hiszen lényegesen jobb tárgyi feltételek lesznek. Mikor lesz kész? Időjárás függő a dolog. Ha esik az eső, mindahogy a napokban is esett, akkor csúszik a dolog. Ez kb. 6-7 hét alatt fejeződik be ez a beruházás. Nem egész két hónap? Durván igen. Hát azért ehhez nem vagyunk hozzászokva itt nálunk. Újpesten most már egyre inkább, de hát azért tudjuk, az építkezés azért nem két-három hónapos dolog szokott lenni itt nálunk Magyarországon. Hát nyilván itt az előkészítő munkákon is sok múlott, tehát az, hogy a pályázatot időben adtuk be, a pályázatot megfelelő feltételek mentén adtuk be, megtaláltuk azt a céget, aki ebben a pályaépítésben professzionális munkát tud végezni, tehát nyilván ezek a feltételek, ha együttesen teljesülnek, akkor optimális lehet a megvalósulási idő is. Reményeink szerint ezt nyár végén, őszelején már használni tudjuk. Ha már pályákról, focipályákról beszélünk, csak edzésre vagy mérkőzésekre is használni lehet, de talán te lesz egy picit is lelátó a nézőknek, vagy valami olyasfajta, ahol szurkolni lehet a kölkeinknek? Igazából ez a gyerekeknek edzés lehetőségekben nyújt óriási előrelépés, de természetesen a korosztályos bajnokságokat a lebonyolításában ez segíteni fog, tehát fogunk korosztályos bajnokságokat játszani. Lelátó egyelőre nincs tervezve a pálya mellé, ezt majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Több pálya lesz most már az Újpesté, az UT-jé. Ezek a pályák segítséget nyújtanak a gyerekeknek, mert annyi gyerekünk van, vagy várjuk a többieket is, hogy hadd jöjjenek a gyerekek? Ez egy nyitott egyesület, itt mi mindig mindenkit várunk. Tehát mi még senkinek nem mondjuk a kicsi bejövő gyerek korosztályoknak, hogy ne gyertek hozzánk sportolni. Mindenkit szívesen várunk. Természetesen mind az életbe előbb-utóbb, ahogy a korosztályok haladnak egyre feljebb, úgy szűkülnek a létszámok. Van, akiből NB1-es focista lesz, valaki csak jól érezte magát, valakiből majd drukker lesz, mert megfertőztük a lila-fehér színekkel, de a gyerekek közül mindenkit nagyon szívesen várunk a szakosztályunkban, nem csak a labdarúgó szakosztályban, hanem többi szakosztályunkban is. Itt láttam a gyalú, ahogy dolgozott, rengeteg földet kitermel, ledózerolja, már kupacokba, halmokba állnak. Ezt lehet valahova hasznosítani, vagy mi lesz vele? Hát két lehetőség van, most épp ezt vesszük számba. Az egyik lehetőség, hogy itt felhalmozunk egy kis dombot, és ezzel az ott lévő lakópark ingerszegény környezetét, nyugodt környezetét fent tudjuk tartani. A másik pedig, hogy megvizsgáljuk, hogy más helyen ezt a nagy mennyiségű földet fel tudjuk használni. Van rá opció, de ez még nem világos teljesen. Sportos Újpestről beszélünk. A kérdés mindkettőtökhöz. Mire számíthatunk még itt Újpesten
minek fogunk örülni még az elkövetkezendő időben? Reméljük nagyon sok mindennek. Mind ahogy mondtam, ez nem egy adhok jellegű építkezés, hanem ez egy hosszabb folyamat, ami meg van tervezve. Ennek a folyamatnak ugye a ciklus végén van a kifutása, és hát ezt többször elmondtuk, hogy reméljük, hogy ezek a programok ezek ki fognak futni, sőt reményeink szerint folytatódni is fognak. Ezek a pályázati rendszerek, amiket ugye a kormányzat életbe léptetett, ezek nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy nem csak Újpesten, hanem az egész országban olyan megfelelő minőségű pályák épüljenek, amelyek az elmúlt 15-20 évben nem valósultak meg, és óriási hiány és óriási szükség van rájuk. Az ország egyik legsportosabb jegyzőjével beszélgetek. Tudjuk, hogy szereted a sportot. Nem tudsz valami olyat mondani, ami nem csak a labdarúgással és nem csak ezzel a nagy-nagy pályákkal, hanem más sportágokkal is ne talántán egy kis jó hírt ad többi sportágnak? Hát hogy ne, rengeteg dolgot tudnánk mondani a jövőre nézve, de valamelyik filozófus azt mondta, hogy jövőre nézve sem igaz, sem hamis állítást megfogalmazni nem lehet, de az egészen biztos, hogy a tervekbe, mind a kormányzati, mind az önkormányzati tervekbe nem csak a futballról beszélünk, hanem a látványcsapatsportok közül a jégkorongról is beszélünk, a jégkorong is egy nagy volumenű fejlesztésre vár, amely ha sikeres pályázat lesz, akkor az is nagyon rövid távon belül elkezdődik, illetve kormányzati döntés értelmében nem csak a látványcsapatsportok, hanem kiemelt sportágak is fejlesztésre számíthatnak, amelyek reményeink szerint a Megyeri úti létesítmények megújulásában nyilvánulnak meg, és ott gyakorlatilag a másik 11 néhány szakosztály minőségi sportolását segítik. Ezen felül nagyon sok mindent mondhatnánk még, amit tervezünk, újabb ovi focipályák építésén keresztül, csarnoképítésen. Tehát azt mondom, hogy a tervek azok gyakorlatilag a fiókokban vannak, és a megvalósulás attól függ, hogy a pályázaton nyerni tudunk-e. Látom, hogy konkrétumokat szeretnél belőlünk kihúzni, de ugye nagyon szeretünk előre úgymond inni a medve bőrére, de hogy egy konkrétumot is mondjak, ugye a Kajakterú telep az árvízkárak után 20 millió forint támogatást kapott a fővárosi önkormányzattól, amit ezúton is szeretnék egyrészt az újpesti előjárosságnak, Nagy István úrnak és Wintermantel úrnak megköszönni, hogy közben járt ebben az ügyben, és a főpolgármester úrnak szintén, hogy ezt a támogatást megszavazta a testület az egyesület részére. Tehát egy konkrétumot tudott mondani, hogy ebből a 20 millió forintból a kajakkenu telep az felújításra és renoválásra kerül. Hát a közeljövőben. Hát akkor Újpest zászlós hajója, az UTE, az haladjon jó széllel. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen.